Nagyon sokan kérdeztétek tőlem, több levelet is kaptam, hogy mit teszik az, aki már 2 évtizede vegán, egy nap alatt, anélkül, hogy bármilyen állati eredetű dolgot a szervezetébe jutatna. Hát, most megmutatom. Az egyik legfontosabb szabály nálam, hogy nem múlhat el nap alma nélkül, legalább 20 éve minden nap eszem almát, nem csak nagyon szeretem, és tudom, hogy nagyon-nagyon egészséges, de ráadásul laktató, és biztos vagyok benne, hogy javítja az emésztésemet is, mert én határozottan ezt érzem. Szóval reggelire egy almát mindenképpen megeszem, és szeretek hozzá menni műzlit, legjobb, ha olyan műzlit találok, amiről tudom, hogy egészséges, nincsen benne hozzáadott cukor, viszont van benne egy csomó korszerű gabona, olyasmit, amiről tudom, hogy magasabb a fehérjetartalma, és kiválóan kiegészíti az én egyébként állati fehérjéktől teljesen mentes táplálkozásomat, mert hogy vegán vagyok. Növényi tejet is úgy próbálok megválasztani, hogy ne legyen hozzáadott cukor benne, és a lehető legalacsonyabb legyen a kalóriatartalma. Szerintem, hogyha az ember meg szeretné őrizni a súlyát, akkor minden egyes táplálkozásnál, minden egyes összetevőnél nagyon fontos, hogy ne legyen magas kalóriatartalmú, amit én használok, az minden esetben az édesítésmentes mandula tej. A reggelim tehát mindig ehhez hasonló, és amit elviszek magammal, aminélkül biztosan nem indulok el otthonról, az egy zacskó alma chips. Rengeteg féle van, és én mindegyiket szeretem. Ennek van cukortartalma, de nem izolált fruktóz tartalmaz, hanem természetes cukrot, amit az alma egyébként is, szóval ez biztos, hogy nagyon egészséges. Nálam egyáltalán nem a reggeli a főétkezés, sokkal inkább az ebéd. Általában délben ebédelek, és rengeteg zöldséget, hőkezelés nélküli zöldségek, és csak 10-20%-ban valamilyen főtt, vagy párolt, vagy grillezett zöldség, hogyha nagyobb megkívánom, de a legfontosabb a nyers zöldség. Ezeket úgy, ahogy van, csak összedarabolom, és saláta öntett helyett próbálok valami teljesen természetes és csökkentett kalóriatartalmú dressinget használni, az olaj nem az. Éppen ezért vagy sűrített paradicsomot teszek a salátára öntett gyanánt, vagy padlizsánkrémet, vagy a nagy kedvencemet, a mustárt, esetleg a mustárt összekeverem a padlizsánkrémmel, és ez egy nagyon sűrű, krémes dressing lesz, aminek csökkentett a kalóriatartalma, és szintén zöldségből van, mert a padlizsán mi más lenne. Na ebből rengeteget meg tudok enni, akár minden délben. Mire ez a valóban kapitális mennyiségű zöldség tovább megy a gyomromból, tehát újra éhes leszek, addigra már kora délután van, mindig van nálam 100%-os frissen facsart gyümölcslé, alacsony kalóriatartalmú gyümölcsökből, mint például ez, alma, citrom és gyömbér, ez nagy kedvencem. És ha mégis éhes leszek, mert miért ne lennék, akkor rágcsálni szoktam káposzta chipset, ez a legnagyobb kedvencem, de azért szeretem a sárga és fehér répából készült chipset, ami természetesen csökkentett kalóriatartalmú, kevesebb kalóriát tartalmaz, mint a burgonya chips, sokkal kevesebb sót és olajat is, és a cékla chips, ez az, aminek biztosan nem tudok ellenállni, és ezzel kihúzom estig.